Már megérkezett az influenza elleni vakcina, és vannak, akik már be is adatták maguknak a védőoltást. Magyarországon idén 1,3 millió térítésmentes vakcina áll rendelkezésre a rizikócsoportokba tartozók influenza elleni védőoltásához. De akiknek nem jár a térítésmentes oltás, azoknak is érdemes beadatniuk azt. Az oltás az gyakorlatilag mindenkinek ajánlott, de ugye vannak fokozottan veszélyeztetett csoportok, tehát akiknek például krónikus szívérrendszeri vagy légzőszervi megbetegedése van, illetve ugye időseknek, kisgyermekeknek fokozottan fontos az influenza oltásnak a felvétele, mert náluk sokkal nagyobb a szövődmény kialakulásának a kockázata. Ugye általánosában véve az influenza vírus az egy néhány napos lázzal, izomfájdalmakkal, gyengeséggel, levertséggel járó megbetegedést okoz, viszont ritkán előfordulhatnak súlyos, nehogy Isten akár életet veszélyeztető szövődmények is. Az Egészségügyi Világszervezet a hozzá beérkező jelentések alapján dolgozza ki minden évben az ajánlást az influenza elleni vakcina összetételére. A betegség ellen az egyetlen igazi védekezést az oltás jelenti, azonban ez sem jelent feltétlenül tökéletes védelmet. Az influenza elleni védekezésben nagy szerepet játszik a megfelelően karbantartott immunrendszer is. Egyrészt ugye itt a megfelelő életmód, ami nagyon-nagyon fontos, tehát ugye a rendszeres testmozgás, sportolás az segít, hogy az immunrendszerünk minél éberebb legyen. Ugye a megfelelő vegyes táplálkozás, a vitaminok szedése, amit azért nem kell ugye túlzásba vinni, tehát az ilyen multivitamin készítményeket azért csak módjával fogyasszuk, illetve az egyik legfontosabb dolog, amit tehetünk, az a megfelelő D-vitamin pótlásnak a biztosítása, ugyanis Magyarország lakosságának körülbelül 90%-a legalább enyhe fokú D-vitamin hiányban szenved, és a D-vitamin az nagyon fontos az immunrendszer megfelelő működéséhez. Az oltás nem adható be annak, akinél súlyos allergiás reakció alakul ki tojás fogyasztása kapcsán, vagy a korábbi oltást követően orvosi beavatkozásra volt szükség. Az oltást érdemes minél korábban kérni, hiszen a védelem kialakulása 2-3 hetet vesz igénybe.